amikor olyan megfáradt emberekkel találkozom, és olyan savanyú módon élik az életüket, és az ember sajnálja őket, mert az élet nagyon sok szépet és jót ad minden hibájával együtt, akkor mindig el szoktam mondani nekik Arany Jánosnak a Epilóg című verséből egy részletet. Arany János az epilógot öregkorában írta, ugye emlékezésként, és leírja, hogy mennyi sok baj érte őt az életben, meggyötörték, félreállították, leköpték, baj volt vele. És akkor írja, hogy félreálltam, letöröltem. Mert, és itt jön a lényeg, az útszélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt leszedve meg volt szívem minden kedve. És ha az ember nem a tüskéket próbálja magába felerősíteni, és a rosszat, és a bánatot, és a megbántást magába tartani, hanem azt, hogy azok a szép kis virágok ott voltak, azokat az emlékkönyvbe el kell tenni, szépen lelapozni, és azokból elővenni